Most, hogy a pogány világ megőrülés tulajdonképpen eléri a csúcspontját ezzel az éjszakával, 2017. december, úgymond december 31-én, és a pogányok számára véget ér az év, szerintem felmerül a kérdés, mármint azokban, akik szoktak gondolkodni, hogy vajon miért is kezdődik az év január 1-én, amikor gyakorlatilag a legmélyebben vagyunk benne a télben, amikor semmiféle élet nincsen, és az egész természet visszavonul, ennek ellenére mi elkezdjük az úgynevezett új évet. Úgyhogy ebben a videóban meg fogjuk nézni azt, hogy honnan is ered ez a tradíció, mi is a háttere, és mi is az, amit érdemes tudni a pogány hagyományról, az új évről, az új év éjszakájáról, az első napról, illetve miért is hívják ezt szilveszternek. Earthsky.com egyből leszögezi azt, hogy ez a dátum, úgy mint január 1-e, nincsen semmiféle természeti jelenséghez kötve, hiszen ez a tél közepe, és ez az, amikor minden halott, ennek ellenére mi ekkor kezdjük az új évet. Valószínűleg nem tűnt ez fel sok embernek, hiszen hát ugye az élet az rohan, és ilyeneken nincs idő gondolkozni, de talán most elgondolkozik majd néhány ember. Nyilvánvaló, hogy a pogány Szaturnália, illetve amit ma karácsonynak hívunk, ahhoz azonban kapcsolódik, hiszen ez a hetedik napja ennek az ünnepség sorozatnak, ugye a 24-e, úgymond Szenteste, és ennek a befejezése az, amit mi úgy hívunk, hogy új év, vagy az új év első napja, illetve az új év utolsó napja, új év éjszakája. Ez az ünnepség, úgy mint az új év maga, ez egy római szokás, azaz egy pogány szokás, mint az összes többi keresztény ünnep, vagy világi ünnep, mint karácsony, húsvét, és a római Isten, idézőjelben Jánusz ünnepe, aki egy ajtót jelképez, illetve az ajtókat és a kezdeteket, valamint a véget jelképezi. Jánusz ugye két arca van, az egyik előre, a másik hátrafelé néz, attól függ honnan szemléljük ezt, és jelenti a múltba, illetve a jövőbe nézést. Megemlítik azt, hogy szerintük ez egy logikus kezdet, hiszen innentől kezdve hosszabbodnak a nappalok, ezt ünnepli karácsony, amit szerintem most már egyre többen tudnak. Bár igazából a teremtő naptár a tavasszal kezdődött, ami ugye logikus, hiszen akkor kezdődik az élet a tavaszi napi egyenlőséggel, vagy equinox jelenséggel, kezdődik az év, és onnantól kezdve számolja ő az évet, illetve az esztendőt, de a világ az úgyis mindig az ellenkezőjét fogja csinálni. Ez egy nagyszerű példa erre. Akit érdekel a történelem, az itt megtalálhatja azt, hogy Mezopotámiában, vagyis Babilonban, időszámításunk előtt 2000 körül már ünnepelték ezt az ünnepet, azonban ők március körül kezdték ugye a nyári, illetve bocsánat, a tavaszi equinox vagy napi egyenlőség alkalmával. Egyiptom, Fönícia, Perzsia pedig ugyanezt a jelenséget ősszel figyelték meg, és szeptember, a mi szeptemberünk 20-a körül, görögök pedig december 20 tájékán ünnepelték, úgy, ahogyan azt átvették a rómaiak, és később tulajdonképpen az egész világ mára. A 16. század környékén kezdődött a mozgalom, ami aztán visszaállította január 1-ére az új év napját, és az új stílusú, vagyis a Gregorián naptár már ekkor kezdi az évet. Végül is a cikket azzal a konklúzióval fejezik be, hogy semmiféle asztronómiai jelenség nincs január 1-én, és ez az ünnepség csak és kizárólag egy régi pogány szokás a római istenség Jánusz tiszteletére, aki elkezdi az évet úgy, hogy előre tekint, illetve hátra, és az ő tiszteletére ünnepli mindenki ma ezt a napot. Mindazok számára, akik nagy lelkesedéssel vetik bele magukat ebbe a pogány ünnepbe, az Inquisitor megjegyzi azt, hogy boldog új évet, ez ugye 2016, és ki is volt Jánusz, a római istenség, aki miatt, illetve aki után január nevet kapta az első hónapja az évnek. A hónap, az év első hónapja január, a római istenség Jánusz után kapta nevét, és a rómaiak az egész hónapot neki szentelték, innen a név
január. Ez itt a British Múzeumtól egy tweet, ha jól értelmezem, január a római istenség Jánosz után kapta a nevét, akinek két arca közül az egyik a múltba, a másik pedig a jövőbe tekintett. Az Encyclopedia Mythicából egy idézetet olvashatunk itt, ami azt jelzi, hogy vannak bizonyos keresztények, akik ugye gondolkodnak, és valamilyen szinten még komolyan veszik a tradícióikat, hogy Jánosz pontosan emiatt, hogy ezt az istenséget tiszteli ez a hónap, ezért az egész január hónap ezt megfertőzte ez az egész gondolkodásmód, és ez az ő judeo-keresztény alapelveiket veszélyezteti, illetve a tradícióiknak ellentmond, úgyhogy vannak emberek, akik azért gondolkodnak. Megtudjuk azt is, hogy Jánosz a római istenség az ajtók, illetve a kapuk, a kezdetek és a végek megjelenítője volt, és ezért ábrázolták őt a két arccal, melyek ellenkező irányba néztek. Jánua egyébként, ha jól értelmezem, akkor ajtót jelent görögül. A pogány népek a kezdetek istenségeként tisztelték Jánuszt, akár az aratás, vagy a vetés, a házasság, a születés, mindenféle kezdetek, különösképpen azok, melyek jelentőséget bírnak egy ember életében, valamint szintén megjeleníti Jánusz, illetve megtestesíti azt az átmenetet, ami a primitív életből a civilizáció felé halad, illetve a vidékről, a város felé, a békéből a háború felé, valamint ahogyan a fiatal ember felnő. Érdekes az, hogy egy keresztény evangélista ebben a tweetben megosztott egy videót, melyben arról tanít, hogy mindenféle részvétel ebben a pogány tradícióban báványimádatnak minősül, hiszen ez egyértelműen egy római istenséghez, Jánuszhoz kötődik, és mindenki, aki ebben részt vesz, az báványimádást követ el tulajdonképpen. Nem nehéz azt hiszem, hogy ezt megérteni azok számára, akiket ez érdekel. Az is kiderül, hogy Jánusz volt valószínűleg a legfontosabb római istenség, nem véletlenül vele kezdődik az év, és az arca megtalálható számtalan érmén, és Livius szerint Jánusz gyakran első helyen szerepel a római istenségek listáján. Jelentőségéről tanúskodik egy alternatív neve, mely, vagy megnevezése, mely Divum Deus, Isten, Istene, magyarul. Ez pedig már holystory.com, ami ugye szent történetet jelent, egy szójáték egyébként a history, holy és a story összetételéből. De igazából az az érdekes, amit mond, ugye megemlítik ők is, hogy már Babilonban vagy Mezopotámiában is szerepelt az új év, azonban máskor kezdődött, mint nálunk, és a rómaiak voltak azok, akik Jánusznak dedikálták ezt az ünnepet, úgyhogy Janua, az ajtók a szerintem latin, de végül is mindegy is. A pogány népek, illetve birodalmak tovább örökítették aztán ezt a hagyományt, és eljutott a görög, illetve a római birodalmon keresztül a mai Nyugat-Európába és az egész világra kiterjed ez az ünnep. Január 1-e az új év kezdete, és Jánusz istenségről kapta a nevét. Az 1752-es évtől a Gregorián naptár bevezetése után lett január hivatalosan az új év első napja, január 1-e az új év első napja. Érdekesség az, hogy a Julián naptárban március 25 volt az új év első napja, és január 1-e ismeretes úgy, mint a körülmetélés napja, ugye a körülmetélés ünnepe, ugyanis a pogány kereszténységben úgy tartják, hogy ezen a napon metélték körül, ugye a 8. napon a megváltott, nem értve az, hogy ő nem is decemberben, illetve hát nem is ebben az időszakában született az évnek. Itt már megtudhatunk valamit a tradíciókról, amelyeket mind a mai napig az egész világ lelkesen követ és betart, mindenféle mértéktelen evés, partik és bulizás, ezen kívül a tűzijátékok, illetve mindenféle fogadalmak azok, amik jellemzik ezt az ünnepet idézőjelbe. És gondolom mindenki azt mondja, hogy ez egy ártalmatlan dolog, és teljesen mindegy. Mégis azok számára, akik szeretnék az utat járni, megemlíteném, hogy a pogány rómaiak már így ünnepelték ezt az idézővetett ünnepet, hogy
végtelenül bulisztak, ugye erről van szó, itt kidíszítették az otthonaikat mindenféle zöld ágakkal, és jó kívánságokat mondtak egymásnak, valamint jó szerencsét kívántak az eljövendő esztendőre, és ettek. Ha valaki azt gondolja, hogy az újévi kívánság az egy nagyszerű gondolat, és ezzel mi álltunk elő, azok számára elmondom, hogy ez babilóniai tradíció, azaz a legkorábbi pogányok már alkalmazták ezeket az ünnepi rituálékat, és ez Encyclopedia 2 és a freedictionary.com oldalról, ugye új év éjszakája, erről van itt szó, szintén ezt fogjuk megnézni, hogy mi az, amit innen megtudunk, ezek az országok, ahol szintén ünneplik ezt az ünnepet, idézőjelben ünnepet, minden országban, ahol a Gregorián naptárt használják, ez egy ünnepnek számít, és ezen kívül a Kínában, és ezeken a helyeken, amiknek fogalm sincs, hogy mik ezek, de tulajdonképpen az egész világ. Akit érdekel, azok utána nézhetnek a Szaturnáliánál, a Sol Fesztiválnál, Sol ugye mint nap, ezen kívül Rosh Hashanah, ugye a judaizmusnak az egyik ünnepe, és gondolom ezek mind-mind egyéb pogány rendezvények. Mikor az eredetéről van szó, akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni a Szaturnália fesztivált, aminek ez ugye a hetedik napja, a 24-ével kezdődik, ez a záró napja, ami a téli leghosszabb éjszakát ünnepli, illetve azt, amikor elkezdődik a nap hosszának a növekedése. Ez az, amit a pogányok mindig is ünnepeltek ekkor, és ez az, amit ma a világ átvett, és ünnepel ezt a hetedik napot. Tekintjük ma az idézőjebe az új év, illetve hát az új év utolsó és az új év első éjszakájának, hogy ki hogy nézik. Persze azt is megemlítik, hogy némelyek imádsággal fogják ezt úgymond ünnepelni, vagy megemlékezni erről a napról. A legtöbben azonban mindenféle primitív dolgot fognak végrehajtani, mint ahogy azt mindannyian tudjuk, különböző kalapokat viselnek, pezsgőt isznak, mindenféle zajcsapnak, és ölelgetik az embereket az utcán, valamint általánosságába véve olyan viselkedést tanúsítanak, ami egyébként botrányos lenne, vagy elfogadhatatlan az év bármely más szakában. Ez az, ahogyan a világ ünnepli az új esztendőt. Megtudhatjuk azt is, hogy ezt a pogány ünnepet a fegyelem, illetve a viselkedés mindenféle szabályának felfüggesztése jellemzi, és gyakran úgymond elszabadulnak a dolgok az új év, illetve az új év találkozásakor. Új év általában az utcán, illetve a házon kívül történik ennek az ünneplése. Számos pogány tradíció csatlakozik ez a ünnephez. Egyik ezek közül a zajteremtés, ami visszanyúlik egészen a kezdetekhez, amikor is a gonosz szellemeket így, vagyis a lelkeket így akarták az emberek távol tartani maguktól. Megjegyzik azt is, hogy ez a zajongás még mindig egy jelentős részét képezi ennek az idézőjelbe tett ünneplésnek, ugyanúgy, ahogyan a tűzijáték is. Továbbá megtudhatjuk azt is, ugye ez szintén thefreedictionary.com, hogy az emberek általában fennmaradnak, amíg be nem következik, ugye idézőjelben éjfélkor az új esztendőnek a színre lépése, és ezeket a késő esti fesztiválokat gyakran ugye étkezéssel, ivással, szerencsekívánságokkal, szerencsejátékokkal, valamint zajcsapással ünneplik. Odáig fajult Európában több helyen is ez a szerencse kívánságok, hogy egyesek mindenféle rituálékat és mondókákat is alkalmaznak annak érdekében, hogy szerencsét kívánjanak, illetve valakit házassághoz, vagy bőséghez segítsenek, hogy kitartást adjanak neki, illetve hogy hosszú életet biztosítsanak valaki számára. Úgyhogy az emberek egészen messzire elmennek ezen pogány ünnepek alkalmával. Számos egyéb pogány tradíció is csatlakozik ehhez a listához, ugye itt fel van sorolva nagyon sok, például olyan lesz az év, amilyen ember először belép ugye az ünnepek során, ezen kívül aki disznóval találkozik, vagy kéményseprővel, a szerencsés lesz, ez ugye német hagyomány, a Fülöp-szigeteken a kerek
tárgyak, mint a pöttyös kendő vagy a ruházat szerencsét hoz. Görögországban mindenféle kenyér, ha jól értelmezem ezt itt. Spanyolországban, aki 12 szőlőszemet megeszik 12 másodperc alatt, hát szóval hasonló ostoba dolgok. Amit a legtöbben elfelejtenek azonban az, hogy a mai újévi ünnepléseink, illetve tradícióink tulajdonképpen a korai római hagyományoknak felelnek meg, illetve azoknak a továbbélése napjainkban. A rómaiak az új évet ugyanúgy ünnepelték, ahogy a ma a pogányok, és hasonlóak voltak azok a tradíciók, illetve hagyományok, amiket ők folytattak. Calendsnek hívták, és ilyen mértéktelen evéssel, ivással, énekléssel, valami dorbézolással ünnepelték, beöltöztek mindenféle ruhákba, szerencsejátékkal, ajándékok, illetve jókívánságok cseréjével ünnepelték ezt a napot. Itt azt írják, hogy a Julián naptár bevezetésével, illetve időszámításunk előtt 45-tel a rómaiak március 25-ről január 1-ére vitték át az új év első napját. A pogány kereszténység ugye Szaturnáliának közepére helyezte a saját ünnepét, karácsonyt, de még akkor ők ellene voltak mindenféle pogány hagyományoknak, amíg mára természetessé váltak a legtöbb ember számára, úgy, mint a zöld fák alatti ajándékadás, stb. Stb. Sőt, olyannyira, hogy évszázadokon át az egyháznak a vezetői tiltották, illetve felszólítottak mindenkit arra, hogy ezeket a szánalmas, illetve mértéktelen pogány gyakorlatokat hagyják el, hiszen ez összeegyeztethetetlen azzal, amit ők vallanak. Természetesen ez mára feledésbe merült. Ennek ellenére később ugye a Tóri gyülekezet alkalmával ezt az egész ünnepet, illetve magát a karácsonyt egy fesztivállá változtatták, egy egész időszakot szenteltek neki, amely 12 napból áll, és mindenféle pogány tradíciókat szintén ebbe belevontak, mint ahogyan a rómaiak, a görögök és minden más birodalom ezt tette a történelem során. Ha jól értelmezem, akkor az úgynevezett vízkereszt volt ennek a bezáró ünnepe január 6-a, és mivel ezek után már január 1-e is beleesett ebbe az időszakba, így átvették azokat a szokásokat is, amelyeket a pogányok gyakoroltak január 1-én, szóval így alakult ki az, amit ma mi kereszténységnek ismerünk, ami az összes pogány tradíciónak az olvasztó tégeje a gyakorlatban. Hogy megpróbálják ezt ellensúlyozni, január 1-ére ugye ők a körülmetélés ünnepét hirdették meg. Végül is ami történik az az, hogy konszolidálták a kereszténységet a pogánysággal, és amit a pogányok ünnepeltek, azt ünnepelték a keresztények is, csak más névvel, de gyakorlatilag ugyanazzal a viselkedés formával. Persze akkor még nem volt ennyire egyértelmű, mint ahogy az évszázadok során mára ez azért nehéz nem észrevenni. Az egyházi vezetők próbáltak valamit tenni, bár nem tudom, hogy ez mennyire volt őszinte az évszázadok során, és folyamatosan tiltották különösen olyan dolgokat, mint a beöltözés, illetve az arcok a befestése, a szerencsekívánságok, az alkoholivás, illetve maga ez a végtelen viselkedés az utcákon volt az, amit ők elleneztek, de igazából nem nagyon segített, hiszen mára szerintem nagyon kevés keresztény van, aki nem vesz részt ebben, de aki, mindazok, akik elmennek, a ilyenkor bármiféle megemlékezést tartanak világi értelemben, azok mind részt vesznek ebben a pogány ünnepben. Ez nagyszerűen mutatja azt, ahogyan a pogányság teret hódított, és a kereszténység elvesztette még azt a kezdeti tartását is, ami az első néhány században volt. Ugye szép lassan beszivárogtak ezek a tradíciók a kereszténységbe, és az emberek egyszer csak úgy gondolták, hogy ez ártalmatlan, így részt vehetnek ők is ebben, nyilvánvalóan tévednek. Az, hogy a pogány tradíciók eltűntek, az annak köszönhető, hogy bevándoroltak a kereszténységbe. Nagyszerűen jelzik ebben a cikkben. Mindenki, aki ezt nem veszi észre, az sajnos vak,
vagy nem akarja észrevenni. Pogányság eltűnt, hiszen átalakult kereszténységé. És mindazok a tradíciók, amelyeket a kereszténység ma követ, az összes ünnepével, a törvénytelen életmód hirdetésével, az a pogányság és a kereszténység egybeolvadásának eredménye, és az ünnepek nagyszerű mutatója ennek a folyamatnak. Az, hogy voltak emberek, akik gondolkoztak, nagyszerűen érzékelhető, például akkor, amikor megnézzük azt, hogy 1958-ig Skóciában a karácsony nem volt egy hivatalos ünnep a puritán mozgalomnak köszönhetően, akik rájöttek, hogy ez az egész nem más, mint egy pogány hagyománynak a tovább élése. Arról már volt szó, hogy hogyan változott meg az új év március 25-ről, ugye január 1-ére, és mindkét naphoz hozzácsatoltak egy-egy ünnepet, december 25 körül kezdődik ez a 12 napos karácsonyi pogány történet magával a születéssel, idézőjelben a születéssel, ugye a keresztények szerint, illetve március 25-én szintén van egy keresztény ünnep, amikor is a keresztények szerint bejelentette az angyal a messiásnak a fogantatását. Természetesen ezek mind-mind össze-vissza vannak a valósághoz képest, de ezért is nyilvánvaló, hogy a kereszténység nem más, mint egy pogány tradíció. A Gregorián naptár elterjedésével 1582-től fokozatosan minden nyugati ország átállt, illetve minden azon ország, mely ezt a naptárformát használta, átállt az új év új napjára, ami január 1-e volt, és 1752-ben fejeződött be ez a folyamat, amikor is Anglia és kolóniái is áttértek az új év kezdetét január 1-jel számolni. 19. században aztán a programozásnak, illetve a propagandának köszönhetően a karácsony, illetve az új év fokozatosan fontosabb szerepet töltött be az emberek életében, és így a pogány római tradíciók bekúsztak az emberek otthonába, valamint ugye a kereszténységbe is, és mindazok, amiket az emberek ilyenkor csinálnak, ugye a különböző képeslapok küldése, vagy az egymás üdvözlése, meglátogatása, a jó kívánságok, stb. Stb. Ezek mind-mind ősi pogány szokások. Nézzük meg, hogy a britannica.com mit mond erről az egész hajcihőről. Ugyanazt megtudhatjuk, hogy időszámításunk előtt 2000-ben már Babilonban ünnepelték ezt az ünnepet, Akitu-nak hívták, és a tavaszi napi egyenlőségkor volt, erről már volt szó, Asszíria átvette, ők a őszi napi egyenlőséghez legközelebbi újhold alkalmával tartották, Egyiptom, Fönícia, Perzsia pedig szeptember 20-a körül, míg a görögök december 21-én, és a római naptár volt az, ami ugye március elején, elsőjén kezdődött, illetve kezdte az évet, azonban 153 után már január 1-ével indult az esztendő. Érdekes módon hosszú ideig tartotta magát március 25, mint az év kezdete, ami egy reális dátum, hiszen a tavaszi napi egyenlőség az, ami kezdi az évet a teremtő naptárja szerint. A hódító Vilmos megváltoztatta ezt január 1-ére, és amint 1582-ben a római katolikus egyház elfogadta a Gregorián naptárt, január 1-e lett az év kezdete, szóval mindenki, akinek január 1-én kezdődik az év, az gyakorlatilag a római katolikus egyházat követi, nem csak az, aki ekkor kezdi az évet, hanem mindazok, akik részt vesznek bármiféle úgymond állami ünnepekben, azok mind-mind a római katolikus egyházat követik, még akkor is, ha közben ugye szídják kézzel-lábbal. Britannica szintén megemlíti azt, hogy január hónap neve az a görög, illetve római istenség Jánusz nevéből ered, és ez az egész hónap Jánusz tiszteletére lett elnevezve januárnak. Annyit tennék csak hozzá ehhez, hogy mindenféle pogány kultúrák ünneplik az év első napját. Láthatjuk azt, hogy a zsidók szintén, csak ők nem ekkor kezdik, hanem ősszel. Ugyanúgy, ahogy a muszlimok, a kínaiak, Indiában, Tájföldön, Japánban mindenhol megemlékeznek az új év kezdetéről, azonban
az írásokban semmit nem olvashatunk, illetve találunk ezzel kapcsolatban. Pontosan ezért csinálják, hiszen ez egy pogány szokás. Különböző rituálék, melyek ehhez tartoznak, ugye mindenféle területeken más szokások vannak, a káposzta evéstől elkezdve a bab evésig, a jó kívánságok és mindenféle rizssütemények evése, ezen kívül pedig azon ételeknek a főzése, melyek a hosszú életet szimbolizálják, a boldogságot, a gazdagságot, illetve a jó szerencsét. Maga az a gondolat, hogy ahogyan kezdődik az új év, olyan lesz az egész év, szintén egy ősi elmélet. Azt nem értem, hogy akkor miért kezdi mindenki részegen az évet, legalábbis a legtöbben, meg mindenféle orgiákkal, de ez egy másik kérdés. Csak hogy mennyire pogány maga ez a szokás, néhány dolgot szeretnék megemlíteni, ez a Wikipedia. Ugye arról már sokszor volt szó, hogy táncolás, alkoholfogyasztás, illetve a tűzijáték csatlakozott ehhez a naphoz. De hogy mennyire elterjedt az egész világon, itt van az országok a listája, ahol ünneplik ezt, szóval valóban igaz az, amit az írások állítanak, hogy az ellenség megtéveszti az egész világot, és mindenki a fenevadat imádja egyöntetűen. Még akkor is, ha a legtöbben sajnos tudatlanul, de igazából ez nem fog változtatni a helyzeten. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!